Sziasztok és üdv újra a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint egy újabb divat videó. És ebben a videóban nem csak a kiskori képémet fogom nektek bemutatni, hanem az akkor viselt ruhadarabokat fogom újra alkotni modern köptösben, egyfajta csavarként a videó számára. Előjáróban viszont elmondanám nektek, hogy a képeken található ruhadarabok körül 90%-a olyan, amit anyukám volt és nem vettünk valahonnan, szóval nagyon egyedi ruhadarabokról van szó, plusz azért a 90-es, 2000-es évek elejé divat eléggé hatott rájuk, tehát oké, hogy ezek az irányzatok visszatérnek, ezért van valami hasonló ruhadarabom esetleg a szekrényben, de azért vannak olyan ruhadarabok, amiket hagyjunk ott. 90-es és a 2000-es években. Mint ahogy említettem, vannak olyan ruhadarabjaim, amelyek nagyon-nagyon hasonlítanak az eredetihez, és van olyan, ami egyáltalán nem, azok az összeállítások inkább ilyen inspirált dolgok lesznek, sőt van, ami formában megegyezik, de színben nem, de ezt a videó közben úgyis el fogom nektek mondani. Ezen kívül ezek a képek körülbelül óvodás és általános iskola 5.-6. osztályig vannak. Összeszedtem egy párat nektek, ahol tényleg olyan ruhadarabokat viselek, amelyeket újra is lehet alkotni. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mik ezek a kiskori képek, és hogy hogyan néztem ki kicsiként, és hogyan alkotom újra az akkori divatot modern köntösben, akkor lekattintsatok sehova. Szóval kezdjük is az első képpel, amin körülbelül olyan 4-5 éves lehettem, és a húgommal vagyok látható. A hajamat ne kérdezzétek, nem én választottam. Ez egy viszonylag egyszerű szett, egy hosszú ujjú piros felsőre egy fekete ruhát vettem föl. Én ezt a szettet simán hordom ősszel-télen. Tény, hogy nem tavasz-nyár kompatibilis, de semmi más hasonlóm nem volt itthon, ami sokkal vékonyabb lenne, úgyhogy úgy gondoltam, hogy így gondolom újra. A ruhát az F&F-ből vásároltam, a pullover pedig a Terra Nova-ból van. A következő képen valahol szintén óvoda és ilyen 4-5 éves környéken lehettem. Szintén a hajválasztás az nem rajtam függött. Ez volt az egyik legegyszerűbb újra kreálni, egy fekete bőrruhát vettem alapul és alá egy fehér inget vettem föl. Ezt már hordtam a munkahelyre is. Egyszerre nagyon szexi, de mégis szofisztikált az ing és a magasan záródó nyak miatt. Majd igazából elvallagunk az óvodából. Az ilyen fajta kicsit bővülő és hímzett nadrágok most megint nagyon menőek, ha bár nekem nincs itthon semmi hasonló. Ahogy csókerem se, ugye egy sima egyszerű kis fekete bőr csíkot kötöttem igazából a nyakamba, a hajam első felé pedig felfogtam lófarokba, ez is szintén nagy divat már évek óta. Egy sima Decathlon zöld kalendzsi felsőt párosítottam a fekete farmer nadrágomhoz, és gyakorlatilag ugyanúgy nézek ki, mint 20 évvel ezelőtt. Itt már egy kicsit nagyobb vagyok, de még mindig valahol általános iskola első-második osztály környékén. Ezt a piros ruhát Sára szekrényében találtam. Ő nem tudom, hogy honnan vehette, esetleg a nagymamája varhatta-e, de nekem baromira tetszik. Igaz, hogy nem egy rövid nadrág felső kombó, de szoknyával is nagyon jól mutat, és nem tudom, hogy a képen mennyire látszik, hogy a szememmel már akkor sem tudtam mit kezdeni, és ugyanakkora, mint ahogy most. De most már legalább tudom, hogy egy kicsit hunyorítanom kell. Ez igazából egy családi nyaraláson készült Olaszországban, mert 4.-5-es lehettem. Én a kék felsőben vagyok látható, de hasonlóm nincsen, úgyhogy egy frissen vásárolt babarózsaszín felsőt párosítottam egy fehér rövidnadrággal. Igazából én egy magas derekú fehér rövidnadrágot vennék fel hozzá szívesen, de most csak ilyen volt otthon. A születésnapomat ünneplem, hogyha igazak a gyertyák, akkor a 6. ünnepelhetem. Nagyon-nagyon szerettem ruhákat felvenni, és akinek tudtam, elloptam a ruháit. Itt éppen egy fehér pólóra nagymamám otthonkáját vettem föl, és imádom. Ez a stílus megint nagyon működik, hogyha van egy olyan ruhád, amelyik túlságosan kivágott elől vagy hátul, és egy kicsit szeretnéd, hogy ne legyen túl szexi, akkor vagy egy topot, vagy pedig egy pólót alá tudsz venni, és már is sokkal szofisztikáltabb.
ez egyik kedvenc fotó, amit most levágtam húgomat róla. Az egész szett anyukám kezelte, készült, mind a kalap, mind a táska, mind a ruha. Sajnos ilyen hímzett, festett ruhám nincsen, úgyhogy egy turkálós csipkeruhát választottam hozzá, és egy sima egyszerű szalmakalapot. Nagyon egyszerű, nagyon nagyszerű, és mégis tök különlegesen néz ki az utcán, úgyhogy látjátok, néha én is az egyszerűt az egyszerűvel párosítom. Az utolsó szettünk pedig a leginkább inspiráltabb, szintén anyukám keze munkája. Hát így sokkal idősebbnek tűnök, mint amennyi vagyok, maximum 10 éves lehetek a képem. Se ilyen szőrös bolerót, se a képen nem látható narancsárga harisnyát nem hordanám ma, legalábbis nem ilyenféle képen. Magát a színkombinációt megtartottam, mert nagyon szeretem a narancsárgát a lilával együtt hordani, de ezt a szettet ugyanígy ment biztos, hogy nem hordanám. Úgyhogy, ha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!